akkor ugye később aztán Kovács István vereséget szenvedett Rios klubtársától. Csak ő kettő héttel ezelőtt kiderült, hogy... Persze, látva, hogy nagyon, nagyon kemény kis mesnek indult, hiszen... Nagyon kemény mérkőzés. Olyan sok ütéssel. Ha valakinek a könyv is magában nem mondana. Különösebben sokat, és egy iszonyatos párharc. Mind a ketten. Tettek rengeteg fülest. Azért na, és most gondban üdézem Jason Cook. Tehát, hogy itt meg is volt egy pillanatra. Igen, én úgy éreztem egy pillanatra, hogy meg volt fogva. És 45 másodperc, most nem is nagyon válaszol Jason Cook. Úgy látszik el, nagyon kijött belőle. Kicsit. Hoppá. Előbb. Ujjjj, micsoda. Jobb kéz Aldo Rios-tól. Aztán még egy teljes gondban Jason Cook. Gondban a címvédő. Húha, és még most sincs se teljesik. De nem vagyok benne biztos, hogy... Azt hiszem, hogy itt be lehet fejezni ezt a mérkőzést. Nincsen még benne, de ezt be lehet fejezni. Ez itt most már kivégzés jellegű, én azt hiszem. Ezt Aldo Rios-nak be kell fejeznie, még most ugrik közben a mérkőzés vezető. Ez egy nagyon pontos találat volt. De hát az előző menetben is összeszedett nagyon sok, nagyon akkor, kemény jobb kezet. De akkor még volt válasz is, és volt olyan momentumon is a találkozónak, amikor akár az is benne volt, hogy esetleg Cook fejezi be ugyanígy. Igen, tehát ezeket végig lehetett érezni. Őszinte meccs volt, én nagyon... Sok ütése, de ez ebben a súlycsoportban megszokott, ezt ki kell jelentenem, itt a találatok. Nem, ez már az a jellege a befejezése a mérkőzésnek. Próbálja még védeni magát Jason Cook, de nem volt már lehetőség. Nem volt.